magánéleted tabu? Igen, az, arról nem szeretnék nyilatkozni, így van. Még a Tabu TV-nek is? Még a Tabu TV-nek is tabu, igen. Jó. Mi az, amiről lehet téged kérdezni? Mert nagyon behatárolod. Hát bármi másról, kérdezzetek nyugodtan. Zenei, szakmai dolgokkal kapcsolatban? Jelölést kaptál? Én úgy tudom, hogy ez évben nem lehet jelölést kapni, csak a jövőre, hogyha mi egy évig ott leszek, nem? Vagy nem tudom, hogy működik ez igazából. Hát bízom benne, hogy jövőre kapok valamit, hogyha kitartóan csinálom, amit csinálok, és még ugye benn leszek ebbe a körforgásba, meglátjuk. Mennyire vagy parti szűz? Hogy mennyire vagyok parti szűz? Hát annyira nem. Megmondom őszintén, én szeretek partizni, de nem annyira. Tehát igazából nem biztos, hogy most annyira fogok partizni, inkább szerintem megyek haza, tényleg sok dologgal foglalkozom most egyszerre, hát fő persze az ének, de mellette még van nagyon sok dolog, amit csinálok, és hát az énekem felül, úgyhogy én nem tudom, hogy maradok-e partizni, de próbálom azért jól érezni magamat, ameddig lehet, de olyan későig hajnalig biztos, hogy nem fogok maradni. Csak celeb partikra jársz, vagy azért normál rendezvényekre is elvisz a sor? Ja, én nagyon abszolút normál rendezvényekre is. Tehát én igazából ilyen celeb partikra nem is nagyon szoktam. Tehát egy-két olyan rendezvény volt, amire, na jó, mondom, elmegyek. Tehát így annyira nem vagyok minden ilyen celeb partin ott, szóval abszolút nem jellemző. Mennyire repülnek rád a rajongók ilyen helyeken? Mondom, hát örülök neki, mert azért jönnek folyamatosan oda, tehát hogy előbb itt láttátok volna egy 8-10 autogramot már így kiosztottam, úgyhogy is ez örülök neki. Hát ilyen folyamatosan, hát nem tudom, most éppen nem, de jönnek azért oda. Meg megismernek, ez nagyon durva, hogy tényleg bárki oda jön, jaj, szia, láttalak, hello, ez nagyon jó érzés, és főleg, hogy ilyen aranyosan kedvesen állnak hozzám. Kinek drukkolsz idem? Én minden. Tényleg most nem azért, hogy most ez közhelyes kicsit, de nem, én tényleg mindenkinek drukkolok, mindenki megérdemli, aki itt van, hogy mindenféle jó díjat elvigyen. Ki a kedvenc magyar énekesed? Hát ebben is nagyon sok van, nem akarok kivételt kiemelni. Nagyon sok tehetséges ember van Magyarországon, úgyhogy nekem több is a kedvencem. Most elsorolhatnám az összeset, aki például itt van, azon felül is van nagyon sok, úgyhogy konkrétan nem akarok rábökni senkire sem. Úgy tudom, hogy nagyon sok munkád lesz nyáron, jut majd idő azért a pihenésre is? Bízom benne, hogy egy-két hétvége azért belefér majd lazításnak. Hát meglátjuk, majdnem azért minden péntek, szombat, vasárnap megyek fellépni, mondhatom. Úgyhogy nem tudom, hogy mikor, de szerintem azért talán akad idő egy kis párnapos lazításra. Hová tervezed? Mindenféleképpen Magyarországon szeretnék maradni. Nem olyan sok szép hely van Magyarországon, minek külföldre menni. Hát szerintem ilyen kis Balcsira gondoltam, úgyhogy meglátjuk. Köszönöm szépen. És akkor itt a Tabu TV-ben kimondom, hiszen nincsen tabu. Nem értem a kérdést. Memóriazavarokkal küzdelem. Na, de ha ezt bemerik. Nem, amit lazán lehet, csak olyan. Várjátok! Jó, oké. Várjál. Tabu TV. A TV, amit csak lazán lehet komolyan. Oké. Ennyi.